Mai vendégemet nagyjából ezer éve ismerem, annak idén együtt vezettünk televíziós műsort a Magyar Televízióban. Most a Nyerő Páros című műsorban tűnt föl, és hát eléggé felemás lett a megítélése. Ebben a beszélgetésben néhány dolgot rendbe teszünk vele kapcsolatban, és a modellvilágról is beszélgetünk egymással. Vendégem Bíró Bea, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. azonnal kezdünk. Szia Bea! Szia Levi! Ezer éve! <laughs> Igen, ezer éve. Ugye mi ismerjük egymást tínédzser korunkból nagyjából. Bizony, bizony. A Magyar Televízión vezettünk együtt műsort, a Zseléci műfűsági műsort. Igen. Mikor volt, azt kiszámoltad? <síns> <síns> nagyon régen, nagyon régen, de pontosan nem emlékszem, hogy mikor volt, -e, tudod? 2000... Nagyon régen volt, és semmit nem változtál. És se, ugyanúgy érzel ki. Úgyhogy ez abszolút, jól tartjuk magunkat, hát igen, a titkunkat nem áruljuk el, <laughs> Így van. az örökre titokban. Figyelj, az első kérésem, hogy ne vágj majd a szavamba, jó? Oké, okay. igyekszem. De tudod, miért igyekszem, mondtam ezt. Igen, igen, igyekszem nagyon konszolidáltan viselkedni, hogy nem vágok a szavat. Oké, okay, figyelj, a legelső kérdés, az a legkeményebb szerintem okay. ebben a beszélgetésben. Mit gondolsz, hogyan vélekednek rólad az emberek? Fú, egy ilyen kérdésre kezdünk, Levi. Ilyen kérdésre kezdünk. <laughs> Oké. Okay. Hát figyelj, ö, ö, szerintem nagyon megosztó személyiség vagyok így a, a képernyő, képernyőn keresztül. Ö, szerintem 50-50 százalékban -50 kedvelnek és nem kedvelnek az emberek. Ö, De a nem kedvelés, azt szerinted miből fakad a... a... Sok energia miatt, vagy vagy a beszólásaid miatt, amik így elhangzottak a műsorban? Hmm. Uh, uh, nyilván, ugye, amit az emberek látnak belőlem, az egy összesűrített, összevágott változatom nekem. Uh, tehát, hogyha kell bárkit is megnyugtatnom, akkor nem 0 be pörgök ennyire, meg nem 024 24 be vagyok ennyire uh, eleven. Uh, azt gondolom, hogy, hogy a, a, azok, akik nem kedvelnek, azok valószínűleg azért nem kedvelnek, mert egyszerűen nem tudnak hova tenni. Ö, nagyon sokan írták nekem azt, ö, mert hogy hozzáteszem, hogy csak ö, privát üzeneteket olvasok, azok közül sem mindegyiket, kommenteket abszolút nem, tehát, hogy igazából csak így a család hány, hány és a... Hány érkezett? Tessék? Hány digpik érkezett? <laughs> egy se is Akkor Igen. tiszteletben tartják Igen. a kapcsolatodat. Igen, egy, 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 egy se érkezett. Um, Látják, hogy a Dani erős, és nem mernek írni. Nem kéverket. mernek, és tudod, mi a fura, hogy nekem azért írnak, tehát naponta több 30-40 üzenetem is érkezik. Uh, a Daninak viszont egy sem. Tényleg? És ez nagyon furcsa. Nekik privát az igen. oldala, nem? Azért? Uh, nem, nem, a tetováló oldala nem Tényleg? privát, abszolút nem privát, és neki egy üzenet sem érkezik. Szerintem azért, mert neki nem mernek írni, tudod. Ami nekem is, hál' Istennek, többnyire pozitív dolgokat írnak, de azért ott is kapok negatívakat. Uh -huh. Visszatérve erre, én nem olvasok kommenteket. A, mióta a műsor elkezdődött, azóta csak az első másfél nap olvastam kommenteket, és utána eldöntöttem, hogy én ezt nem vagyok hajlandó beengedni a, a, az életembe, meg a saját kis nyugalmamban, és azóta egyébként tök jó, mert hogy csak külső hallomásból tudom azt, hogy hogyan vélekednek rólam az emberek, ugye a családom azért olvas kommenteket, ikertestvérem olvas kommenteket, és ők azok, akik mondják, hogy jelen pillanatban merre halad a nép, ugye, azzal a kapcsolatban, hogy most kedvelnek engem, vagy sem. Pont ez a következő kérdésem, hogy azt nyilatkoztat egy rtl.hu-s interjúban, hogy elég sok üzenetet kapsz, ami negatív tartalmú. Igen. Mit írnak? Um, többnyire egyébként, ami az emberek szemét szúrja, és ez Abszolút megdöbbentő számomra, az az, hogy én folyamatosan nevetek folyamatosan, pörgök folyamatosan hangos vagyok, folyamatosan boldog vagyok, és ez rettenetesen megdöbbent engem. Nekem apukám 2009-ben meghalt, ő rákos volt, és én akkor eldöntöttem, hogy én az életemet nem vagyok hajlandó úgy élni, hogy másoknak megfeleljek. Mert amikor apa meghalt, akkor láttam azt, hogy az élet mennyire múlandó és mennyire törékeny, és akkor megfogadtam, hogy minden másodpercet, minden pillanatot és minden szekundumot ö, meg fogok élni az életemben. Ki fogom mutatni a boldogságomat, ki fogom mutatni a szomorúságomat, és nem fog érdekelni, hogy mások mit gondolnak rólam. Ö, mert mert sokan egyébként azt mondják, hogy ú, ez a csaj nem megy száza, ú, ez a csaj, ez bolond, de szerintem meg az a bolond, aki nem meri megélni a pillanatokat az életében azért, mert másoknak szeretne megfelelni. És akkor a szabadságot és akkor a power t ad az, hogyha, hogyha kimered mondani, hogyha megmered mutatni, hogyha, hogyha kimered fejezni így az érzéseidet és a gondolataidat, hogy, hogy ez annyira eltörpíti ezt a sok negatívat, ami most így körülöttem van mostanában. Öm, és szerintem ez, ez, ez egy követendő példa lehet, hogy, hogy csak azért, mert itt Magyarországon az emberek konzervatívak, nem nagyon merik kimutatni az érzéseiket, mindig arra figyelnek, hogy hú, vajon mások erről mit gondolnak, hú, vajon ez tetszik-e a többségnek. Öm, tehát, hogy de szerintem nem szabad így élni, szerintem igenis. Mutasd ki az érzéseidet, legyél jelen minden pillanatban, mert most ez a pillanat is, amit most elmondtam, ez is csak egy Igen, egyszer csak ez a sebezhetővé válsz, tudod, hogyha mindig kimondod, amit gondolsz, meg mindig kiadod az érzelmeidet a többi ember számára. Ez te sebezhetővé tesz. Nem gondolom egyébként, hogy sebezhetővé tesz az, hogyha az ember kimondja, amit gondol. Inkább, inkább szerintem egy ilyen sok hatás lehet sok ember számára, hogy ezt a csajt, ez tényleg nem érdekli, hogy mit gondolnak róla az emberek. És egyébként tényleg nem érdekel. Az interjúban azt is mondtad, hogy a kommentelők butának látnak. Ezt szerinted miért van így? Miért gondolják ezt rólad? Mm, igazából ez a, ez a butaság, mint olyan, ez szerintem abból fakad, hogy nyilván, ahogy összevágják ugye a, a műsort, abból is inkább azokat a részeket emelik ki, amikor nem értek valamit, vagy figyelmetlen vagyok. És ez pont innen, innen ered, hogy egyébként alapjáratúan egy nagyon figyelmetlen típusú ember vagyok, Ö, mert minden érdekel, És hogyha te elkezdesz beszélni valamiről, de mondjuk ott elkezd egy pillangó repülni, repülni, egy repülni egy a pillangon? fejed. fölött, ezt fogod mondani. Igen, akkor, akkor én már a pillangón vagyok, aztán rászáll a tévére, akkor már a tévén vagyok, de te közben beszélsz, és hogy pont ez az, ami miatt néha úgy tűnik, hogy egy picit így elkalandozok. És egyébként, hogyha már így visszatérhetek ö, egészen így a korai éveimre, amikor én vezetni tanultam 18 éves koromban, akkor emlékszem, hogy az oktató mondta anyukámnak, hogy... Ö, de de Baj, be bajok nem... lesznek. <laughs> Igen, mondta, hogy a nem vezet rosszul, de ez a csaj, ez teljesen elkalandozik Kis és közben. is, igen, Kis tehát toda! hogy valahogy ilyen álmodozó típus vagyok, és, és, lehet, hogy ebből adódik az, hogy az emberek azt látják, hogy, hogy eh, ahogy fogalmaznak, nem vagyok a legélesebb kés a fiúkba. Ez sem tud igazán meghatni, mert hogy pontosan tudom, hogy, hogy mit képviselek, meg pontosan tudom azt, hogy... hogy hogy, hogy amit látnak, az csak egy ilyen összesűrített kép rólam, úgyhogy Úgyhogy igazából ezt megcáfolni sem nagyon tudom, pont azért, mert hogy nem fognak belőlem többet mutatni ennél, és csak a nézők csak ebből tudnak táplálkozni. Uh -huh. Attól nem félsz, hogy a nagy hírnével együtt tálcán kínáltad fel a magánéletet az emberek számára? Tehát, hogy tulajdonképpen az egész kapcsolatokat, a ti működéseteket legalábbis azt kiraktátok a nagy érdemű elé. Nem félsz attól, hogy emiatt támadható leszel? – Igazából pont nem, mert hogy a mi esetünkben az történt, hogy nem tudom, olvasod-e így a, a kommenteket, vagy a, a közvéleményt, hogy az emberek azt mondják, hogy mi olyanok vagyunk a Danival, mint hogyha igazából semmi közünk nem lenne egymáshoz. És ez pont azért van, mert hogy attól függetlenül, hogy mi bementünk egy olyan műsorban, eh, ahol ugye a párkapcsolatunkat vittük be, mert hogy ez egy párkapcsolatról szóló műsor, attól függetlenül mi a magánéletünknek körülbelül szerintem a 15%-át mutattuk meg a nézőknek, vagyis azt, hogy mi milyenek vagyunk valójában így kettesben. Nem gondolom, hogy azért, mert az ember meghívást kap és elmegy egy párkapcsolati műsorba, az egyenesen arányos azzal, hogy meg kell mutatnod azt, hogy te milyen vagy a pároddal, amikor csak négy közt vagytok. Nyilván azt nem látták, és nem is fogják látni a, a nézők, hogy milyenek vagyunk mi a Dani, valamikor csak kettesbe vagyunk. Azt viszont pontosan látják, hogy milyenek vagyunk akkor, amikor barátok, család, ismerősök vannak körülöttünk. Mi mind a ketten alapjáraton ilyen konzervatív típusú szerelmesek vagyunk. Tehát a, nem akkor ez nem a szex a villában. <laughs> Tehát alapjáraton ugye, <laughs> alapjáraton ugye konzervatív típusú szerelmesek vagyunk, nem ez a nyalifali egymásnak esős típus, azt meghagyjuk a, 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 négy fal közöttre. Az, hogy a Dani a munkája miatt két hetet külföldön tölt, két hetet van itthon, ez a fértékenységet nem táplálja benned például, vagy ő benne, ha még nincsen itthon, akkor te mit csinálsz? azért nem, tehát a válaszom az, hogy nem táplálja, és azért nem, mert hogy érdekes módon a Dani tényleg nem ez a, ez a romantikus, hőszerelmes típus, de valahogy megtalálta azt az eszközt, hogy, hogy ilyen ömlengés nélkül nekem teljes érzelmi biztonságot biztosítson. És valahogy olyan szinten tudja ezt nonverbálisan így, Átsugározni. átsugározni rám, hogy én abszolút nem félek attól, hogy esetleg amikor nincs itthon, akkor, akkor mi történhet vele, vagy hol lehet, vagy mit csinálhat. Há Istennek a bizalom az nagyon, az nagyon biztos alapokon nyugszik kettőnk között. Nyilván ő az, aki utazik, ő az, aki elmegy, tehát nekem lenne inkább arra Nekem lenne félő az, hogy hogy esetleg a féltékenység felüti a fejét, viszont abszolút nem érzem így, amikor elutazik, benne pedig nulla százalékban van féltékenység. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez nagyon jól működik közöttünk. Térjünk át rád. Okay. Egy, legyen ilyen jó párkapcsolatodról. Ja. Beszéljünk Köszi. rólad. Okay, figyelj, a műsorban az elhangzik, hogy a csilla így se úgy se lesz olyan szép, mint te. Igen. Illetve ugye a műsor legelején szó volt arról, hogy a lányok féltékenyek rád a külsőd miatt. Magyarországon ez a fajta ilyen magabiztosság a külsővel kapcsolatban sok esetben elítélendő uh -huh. az emberek szemében. Te ezt nem érzed furcsának, vagy te mit tapasztaltál a világban az, hogyha valaki a külsejéről pozitívan nyilatkozik, vagy megnyilvánul, az külföldön oké, okay? vagy azt elfogadják külföldön? Hát ez azért egy, egy kifejtősebb téma. Hát mert ugye most, most, nagyon sok mindent kérdeztél egyszerre. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy én 11 évig modellkedtem. 11 évig benne voltam a divatvilágban, és most ebből nyílik egy másik téma is, ugye, hogy mi is az a modelkedés. itt Magyarországon. kérdezni a Oké. Okay. Tehát, hogy ezért ne felejtsük el, hogy én 11 évig modellkedtem, és, és egy olyan világ, egy olyan szűk közösségnek a tagja voltam, ahol, ahol minden a, a külsőségekről, a, a megjelenésről, a, a fizika a dolgokról szólt. Üm, és azt hiszem, hogy ez a fajta üm, kicsit túlzott önbizalom nekem onnan ered. Nem azt hiszem, hanem ebbe, ebbe De, biztos vagyok. Neked, tehát ez belőled sugárt, tehát ez, ez így ilyen belső inger, vagy pedig fel kellett venned ezt a magabiztosságot, hogy egyáltalán felszínen tudj maradni a modellvilágban. Alapjáraton kiskoromtól kezdve ezt a neveltetést kapom a szüleimtől, hogy nincs lehetetlen, te vagy a legjobb, nincs olyan, hogy nem tudom megcsinálni, átmegyek a falon is, hogyha kell. Tehát ezt már hozom magammal gyerekkorom óta, hogy nincs olyan hogy nem tudom megcsinálni, és nincsen, hogy nem én vagyok a legjobb. Aztán belecsöppentem egy olyan helyzetbe, ahol képzeld el, hogy Milánóba állsz egy Giorgio Armani casting sorban, ahol száz lány van a, a sorban. Topmodellek, top, jobb modellek, szább, igen. top modellek, tökéletes nők tetőtől talpig egytől egyig mind a száz, és te ott állsz a sorba a kis portfóliódal is várod, hogy Giorgio Armani elé lépja. Járulhas, a, a, igen, járulhass a portfólióddal. És ez egy olyan ö, versenyhelyzet, ö, amiben én tizen évig benne voltam, ö, amit máshogy nem lehet. Tehát más attitűddel, más felfogással ezt nem tudod ö, megcsinálni. Tehát amikor te odalépsz a tervező elé, ö, vagy vagy bármilyen castingon odalépsz a, a casting ö, director elé, akkor neked tudnod kell, hogy te vagy a legjobb, mert te azért álltál ott a sorba a száz lány között hogy a végén a százból téged válasszanak. Tehát, hogy kell, hogy elhidd magadról, uh -huh. hogy hogy te kell lesz, te fogod megkapni a munkát, tiéd lesz a kampány, és mindenki, aki ott áll a sorba, ők nem olyanok, mint te, tehát, hogy mindenkinél jobb vagy. Úgyhogy ez, amit hoztam a szüleimtől, ez ö, erre rárakódott az, amit ugye az évek során ö, ebben a folyamatos versenyhelyzetben hoztam ugye magammal, ugye most a modellkedésről beszélgetek, és ö, ott pukkadt ki ez a lufi, amikor például itt a műsorban láthattuk azt a helyzetet, amikor én stressz helyzetbe kerültem, mert hogy ezért a kilencedik napon kapni mondjuk egy hátráltató borítékot, azt nem köszöni meg az ember. És valahogy szerintem én így a múltamhoz nyúltam vissza egyből, és olyan reakciót, olyan reakcióval próbáltam magam erősíteni, amiben mondjuk a tizen, évek, a 10 év alatt is folyamatosan erősítettem magam, hogy én vagyok a legjobb, úgy sem leszel olyan, mint én. És ezt el is mondtam ott is a műsorban, hogy, hogy abszolút nem ö, személyeskedésnek és nem sértésnek szántam, megint egy elég rövid részletet vágtak be ebből az egészből, illetve hozzáteszem azt is, hogy én azért írtam a csillának egy sms hogy bocsánatot kérjek, mert hogy nem az volt a célom, hogy hogy megbántsam őt, és, és remélem, hogy a válaszából az adódott egyébként, hogy, hogy így most minden rendben van. De azt, hogy a külsődel jössz rögtön, hogy én vagyok a legjobb, én vagyok a legszebb, uh -huh. ez a, a modellkedésből maradt vissza? Tehát nem azzal jössz, hogy én beszélek a legszebbben, vagy Igen. Én, én én fonom a legszebb hajat, hanem rögtön a külsővel. Igen. Igen, igen, igen. Kösővel, ez ez szerintem onnan jött, igen, egyből. Hm? Tehát hogy egyből, hogyha olyan helyzetbe kerülök hogy egy picikét is engem bántanak, vagy hátráltatnak, ami most itt megtörtént, akkor egyből az a, az a reflexem ugrik be, amikor ott álltam a sorba, is, és, és nekem kellett a legjobbnak lenni. De fel, azt gondoltam egyébként, hogy te tök nyugodtan, vagy tök... tök gátlás nélkül beszélsz arról, hogy szép ember vagy, uh -huh. mert hogy ezt látod külföldön, mert a külföldön nem ciki arról beszélni, hogy valaki szép, valaki jól néz ki. Itthon ezt elítélik az emberek valamennyire. Tehát én nekem tök belefért volna az, hogy te a saját személyiségedből, annak a része, a te külsőd. Az, hogy, tehát nyilván az, amikor olyan helyzetekben, amikor hátráltatnak vagy bántanak és előjön belőlem az, hogy na hát már én vagyok a legszebb és a legjobb, az az egy picit túlzó már, mert uh -huh. az ilyen olyan helyzetekben jön elő, amikor bánt, bántás ér engem. Viszont az a személyiségem, hogy, hogy igenis van önbizalmam, az az, az az belőlem fakad. Tehát ez az, amit hoztam mondjuk külföldről, a külföldi kintlétemből az, hogy ez tök normális, hogy, a, hogy az ember kimeri mondani, kimeri mutatni ezt is ugye, hogy igenis, én tök jó vagyok bizonyos dolgokban, és ezt tudom magamról, és ezt ki is merem mondani. Úgyhogy ez viszont ö, valahol a személyiségemből ö, fakad, az, amikor nem túlzóan. Ö, próbálok rátenni erre, hanem, hanem csak úgy jön belőlem, megárad belőlem a, a, az önbizalom. Igen, csak sokaknak ez úgy csapódik le, és most nem a csilláról beszélek, uh -huh. hanem, hogy a kevésbé szép emberek fölé helyezed magad a külsőd miatt. Akkor ez nincs így? Nem, abszolút nincs így. Abszolút nincs így, mert hogy egyrészt tökéletes ember nincs, én sem gondolom magam tökéletes embernek, nekem is nagyon sok hibám van, külső és belső hibám is, amikről tudok is, viszont elfogadom, és szerintem, és szerintem ez, ez nagyon fontos, ez, ez a kulcsa ö, annak, hogy, hogy tudj ö, őszintén önbizalom teljes ember lenni. Hogyha te nem lennél szép ember, akkor az önbizalmad ugyanígy tartaná, szerinted ugyanilyen magasan lenne? Tehát mennyire függ az önbizalom a szépségtől? Azt gondolom, hogy ö, Nyilván, amikor én kislány voltam, akkor én még nem tudtam azt, Te hogy. Tegnap? <laughs> Igen. Akkor én benne még nem tudatosult az, hogy én most vajon szép lehetek-e, vagy csinos lehetek -e. Hát, hogy csak mondták az emberek körülötted, hogy te szépek vagytok. Mondták, vagy de van hát az... Ugye igen, igen, igen. igen. De hozzá, hát azt szerintem am amúgy minden gyereknek mondják. Tehát amikor kislányok kislányok voltunk, akkor bennünk nem tudatosult az, hogy esetleg csinosabbak vagyunk, vagy csinosak vagyunk. Ö, viszont viszont az, amit a szüleink folyamatosan mondtak, hogy igen, mi vagyunk a legszebbek, mi vagyunk a legszebbek, mi vagyunk a legszebbek, ez, ez ugye jött így velünk, és nőtt velünk, és, és szerintem ez ez tehát a szüleink mondták nekünk, és ők neveltek erre, hogy hidd el, hogy tényleg nagyon szép vagy. Ez a jövőben, amikor már felnősz, egy óriási löketet tud neked adni, akkor is, hogyha esetleg nem vagy annyira szép. Hogyha elhitették veled a szüleid az, hogy Tök jó, amit csinálsz, mindenre felül a környezetet? Hogyha a szüleid azt mondták gyerekkorodban, oké, nem tudom, tíz éves korodik, hogy milyen szép vagy, és mondjuk tizennégyes korodban elkezdenek cseszegetni a többiek, mert nem tudom én, eláll a füled, akkor ez nem íródik felül, szerinted? Szerintem nem, mert... Nem volt veletek kegyes a környezet, aki szintén szépnek látott benneteket? Ez is nézőpont kérdése, Levi, mert egyébként nyilván most... Azt kimondani, hogy én szép vagyok, azt nem lehet. Mert hogy van, akinek tetszem, van, akinek meg nem tetszem. Szóval, hogy ö, azt gondolom, hogy azok, a, 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 akik felnőnek is esetleg kettél a fülük egy picikét, vagy rés van a foguk között, vagy nem a társadalom által megítélt szép kategóriába ö, esnek bele, azok is elhihetik magukról, és tudhatják magukról, hogy szépek, mert hogy a szépség igazából szerintem mindenkiben megvan. Uh -huh. ö, és az, hogyha elhiszed magadról, az szerintem már fél siker. És én szerintem pont ebbe a cipőbe estem bele, hogy lehet, hogy egyébként rohadtul nem vagyok annyira szép, de mégis ö, ezáltal, a hit által, amit ugye hoztam gyerekkoromból, hoztam a modellkedésből, hoztam külföldről, ez egy, ez egy, ez egy ilyen superpower nekem, right. ami így benne van a kis táskámba, és ezáltal én ilyen megállíthatatlannak érzem magam. Ugye most is a szépségipartban dolgozol, mi, mi pontosan a munkád? Ö, ugye ez is egy érdekes dolog, mert hogy az univerzum nagyon kegyes volt hozzám, amikor az ember abbahagyja a modellkedést mondjuk 30 év fölött, akkor ott malmozik, hogy na most akkor mi lesz velem. Ugye az önéletrajzomban nem sok minden van, végig modellkedtem 11 évet, utaztam a világot, kampányokat csináltam, de hogy akkor most hogyan tovább? és ugye nekem közgazda, közgazdasági diplomám van, és valahogy azzal szerettem volna elhelyezkedni Magyarországon, mikor hazaköltöztem, és nagyon-nagyon erősen Gondoltam arra, hogy körülbelül milyen típusú munkát szeretnék elkezdeni csinálni. Tudtam, hogy irodai munka lenne a megfelelő számomra, tudtam, hogy egy picikét ezt az oldalt is szeretném ö, kiaknázni, ebben is szeretnék fejlődni. Ö, de valahogy annyira ott motoszkálta valahogy így a, a szépségipar, meg a kozmetika a, a fejemben, és hát lehet, hogy szerencsés típusú ember vagyok, de de pont sikerült egy olyan cégnél elhelyezkednem, ahol orvos esztétikai berendezésekkel foglalkozunk, azokat értékesítjük Magyarország területén, rádiófrekvenciás gépek. Csodás válasz, pont erre számítottam szép emberként mit gondolsz a plastikai beavatkozásokról, vagy az esztétikai beavatkozásokról? Hú, uh, alakulnak a kérdéseid, Levi. Mm, Forrosodik a talaj, <laughs> Igen, várjál, egy kicsit össze magam. <laughs> rövid válaszra vártam az előbb a kérdésre, de aztán belekezdtem, hogy ott de csodás. De állíts le, levő, mert hogy elkezdek beszélni, és én, én óriás körmondatokban. Ha, ha, hallgatlak, Jó. csüngök minden szabadon. <laughs> Jó. Plastikai beavatkozások ö, szerintem, szerintem Szerencsés az emberiség, hogy vannak, mert hogy vannak olyan helyzetek, olyan elváltozások, olyan testi ö, dolgok, amik, amik hál' Istennek plastikai beavatkozásokkal kiavíthatók. Most beszélek például egy merákról, ami ugye a plastikának köszönhetően visszaállítható eredeti formájára, tehát szerintem a plastikai beavatkozások ö, nagyon jó, hogy, hogy vannak már, nagyon jó, hogy elérhetőek, ö, és aki bármi olyat érez magán, amit nem fogad el esetleg, vagy szeretne változtatni, az jó, hogy már ezt meg tudja oldani. Én az ellen ö, oldal vagyok, mert rajtam 35 évesen még minden természetes, abszolút semmilyen ö, invazív beavatkozásom még életemben soha nem volt. Saját hajszínem, nem van, saját körmeim, saját szempilláim. Bőszűz. De, de, de most az el van fedve. Igen, ö, tehát hogy. Semmi, abszolút semmi olyan, ami ami bármit bejuttat a, az ember bőrébe vagy a testébe, olyat még én nem próbáltam ki. Viszont aki ezzel él, az, 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 az abszolút nem gondolom, hogy egy, egy rossz dolog. Úgyhogy nem vagyok ellene, de de nem is szeretnék ilyen beavatkozásokkal részt venni. Ugye az önbizalomról beszélgettünk, és szerintem egy csomó esetben a plasztika hiába az önbizalom növelésére, próbálja az ember használni, csomó esetben még inkább alálsa az önbizalmat, és még talál magán egy következő hibát, aztán egy következő hibát, és egy ilyen végeláthatatlan sora lesz a hibakeresésnek az embernek a testén. Ez egyetértek értek, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy valahogy a nők eljussanak arra a, a, a pontra, hogy elhiggyék, hogy, hogy ők jók úgy, ahogy vannak. Nekem is vannak hibáim, például ö, rengeteg hajszálér van a lábamon, ezt anyukámtól örököltem, neki már sajnos viszér, nekem is valószínűleg az lesz, tehát, hogy nem ö, tökéletes a lábam, például abszolút kicsi melleim vannak, ez öh, amit... a modellkedéshez jó volt, nem? A modellkedéshez jó volt, de nyilván, mikor kilépsz abból a, a világból, ahol ez a tökéletes, és belépsz egy olyan világba, mint mondjuk Magyarország, ahol meg ez tök furi, öh, akkor elgondolkodsz, hogy basszus, ez, ez, ez lehet, hogy ezzel kéne valamit kezdeni, de mégis az ember elfogadja azt, hogy hogy ő ilyen, ő, ő, ő így született, és akinek tetszik, az maradjon, akinek nem, az De meg... vannak ilyen komplexusait, hogy kicsi a melled. Ő nekem is vannak olyan, olyan ö, napjaim, amikor elgondolkodom azon, hogy, hogy, hogy ö, ezen tök lenne változtatni. Mert hát, oké, most akkor beszéljünk a hibáimról. Ö, ugye, hogy én kis... Jó téma, szeretem. Igen, tehát egy, például nekem szerintem, hogy a külső szemmel figyelem magamat, akkor például a kismell az nem mindig egy egy jó dolog, mert hogy mindenbe bele kell tenni a szivacsot, ugye ö, nem tudsz csak úgy egy pólóba mászkálni, igaz, hogy nagyon klasszi, vagy klasszi, ugye azt mondják, hogy ez ez most már inkább divatosabb, mint a, a műme de azért mondjuk egy egyberészes hát, ha felveszel, akkor full úgy nézel ki, mint egy 14 éves kisfiú előről, és ez azért nem mindig tölt el ö, ö, boldogsággal, viszont pont ez a, az ilyen, ö, pont ez az, ami, amit szerintem meg kellene mindannyiunknak találni, amit én is megtaláltam, hogy hogy én így vagyok én, és így is tudok, ugye a nőiesség szimbóluma nélkül gyakorlatilag ö, szerintem nőjes lenni, és elfogadom így, ahogy van a testemet. És nem szeretnék olyan lenni, mint ami egyébként a társadalom által szépnek minősül, például most, ha Ciciről beszélünk, uh, hanem ez vagyok én, és, és, és ez büszkeséggel viselem. És szerintem pont ez az, ami, ami, ami nagyon hiányzik a nőkből, mert amikor én belenézek a tükörbe, látom a hibáimat, de mégis örülök annak, amit látok. Uh -huh. És szerintem, hogyha a nők többsége belenéz a tükörbe, akkor nem biztos, hogy azt mondja, hogy Ó, basszus, de rohadt jó nő vagyok. Hanem lehet, hogy azt mondja, hogy ah, nem is szeretek tükörben nézni, vagy ez, ne, ne csinálj rólam fényképet, mert utálom magamról a fényképeket. Tehát hogy ezt valahogy el kéne juttatni, szeretném eljuttatni valahogy a nőknek, hogy hogyan legyél megelégedve Na, a hibáiddal. Itt a lehetőség. Mondjad, hogyan? Szerintem a font, az a fontos, hogy valahogy eljuss arra a pontra, hogy elfogadod a, a hibáidat, és rájössz arra, hogy te ettől vagy te. És attól, hogy ez sokaknak nem tetszik, attól ez még te vagy. És mondjuk a szerelmednek, a családodnak, saját magadnak pedig így vagy tökéletes. És most ugye visszavezethetném akár oda a dolgot, hogy most ugye nyerőpáros által sok ember negatív véleménye van rólam. Ez ugyanaz, mint amit látsz a tükörbe, hogy úristen, nem vagyok jó, nem felelek meg, kicsi a mellem, nem tudom, ősz a hajam. Ez ugyanaz, amit a képernyőn is most ugye látunk, mm -hmm. hogy mosolyog a csaj, egyfolytában boldog, dilinyósnak néz ki. Ne foglalkozz senkivel, hanem csak magaddal, így legyél jelen, és fogadd el azt, aki és ami vagy, mindenféle hibáddal együtt, mert hogy senki sem tökéletes. Jó, de például, hogyha valaki mondjuk felvesz egy előnytelen ruhát magára, és elmegy az utcán előtted, akkor nem botránkozol meg rajta? Én azért nem, mert én Hongkongban éltem tíz évig, <laughs> és, és ott az, hogy mondjuk valaki úszod a köntösbe, áll a metrón egy zokniba, az egy full normális dolog, úgyhogy, úgyhogy én azért az ilyen dolgokon nem lepődök meg, tehát ilyen szempontból azért egy ilyen open-minded ember vagyok. Szerintem mindenki szabadon csináljon azt, ami neki jól esik, és ami, ami boldoggá teszi, és akkor egy tök, tök boldog társadalom leszünk. Oké, okay, 13 évig modellkedtél. Igen. Miért hagytad abba? Ö, igazából bennem már. Ö, jó pár éve megfogalmazodott, hogy jó lenne abba hagyni. Azért, hogyha tizen valahány évig modellkedik az ember, is aktívan csinálja, akkor mikor már úgy a 30 éves határt, akkor már nagyon idegesít, hogy csinálják a hajadat, hogy egy óráig sminkelnek, és így tömködik a sminkecsetet az arcodra, hogy 9 órás katalógust kell fotózni, az ember már elfárad ebbe. Üm, és én már nagyon éreztem azt, hogy én már nagyon a határán vagyok annak egyrészt, hogy nekem az a foglalkozásom, hogy tetőtől talpig a testem minden négyzet milliméterre tökéletes legyen. Szerettem volna egy kicsit ilyen ö, szürke lenni valahol, tehát erre vágytam, illetve ilyenkor már annyira éhezik az ember arra, hogy, hogy ne csak a külsejével foglalkozzon, hanem, hanem a belsejével is. Vagyis ugye így a... És a... kettő ez nem ment egyszerre? Ö, azért nem, mert nekem annyira kitöltötte a modellkedés az időmet, hogy emellett nem tudtam mondjuk egy olyan polgári foglalkozást csinálni, mint amit most csinálok. Ugye most office manager vagyok, meg pénzügyi asszisztens, écsára, meg logisztikával is foglalkozom, tehát ilyen tök átlagos dolgokat csinálok, viszont senkit nem érdekel, hogy hogy nézek ki, senkit nem érdekel, hogy még nélkül megyek be dolgozni. Azt sem érdekli senkit, hogyha éppen ö, nem tudom, ö, le van kopva a körömlak a körmömről, hanem, hanem igazából nem a külsőm miatt vagyok ott, ahol most dolgozom, hanem pontosan azért, amire képes vagyok így ö, szellemi szinten, ugye. A modellkedés ö, Hongkongban történt, vagy pedig az volt a bázis, és érted utazgat el össze-vissza a világban? Nekem ö, ez Európában kezdődött, tehát Milánóban és Párizsban, és akkor ö, utána ö, a harmadik modellszerződésem nekem Hongkong volt, és én olyan szinten beleszerettem Hongkongba, hogy elterveztem, hogyha lediplomázok, akkor az lesz az első, hogy fogom a kis bőröndömet, és kiköltözök oda. Aztán hogy meglátjuk, hogy ott mi fog történni. Azt hiszem, hogy munka miatt mentél oda, és ott ragadtál, vagy egy ügynökséget leszerződtetett. Nyilván volt szerződésem, modellszerződésem, tehát nem a bizonytalanba mentem bele, de azért a, tehát a modellek azok utazó, utazó életet élnek, ugye? Tehát három hónapot itt, három hónapot ott. Én viszont tudtam, hogy én szeretnék ott letelepedni, és szeretnék húzamosabb ideig Hongkongban élni. És ez így is történt. Tehát, hogy lediplomáztunk az ikertesommal itt Budapesten, és szerintem két hét múlva mi már kim voltunk Hongkongban. Ott akkor ti együtt laktatok, vagy pedig modellflatben laktatok? Modellpartmanban laktunk. Ezt mondjuk el, hogy micsoda pontosan, mert az emberek egy része szerintem nem tudja, jó, miről beszélni. Jó, rendben. Tehát nem tudom, hogy, hogy értelmesen fogalmaztam-e, vagy érthetően fogalmaztam-e, hogy ugye mi már voltunk Kint Hongkongban két, két szezont, ebben. és mikor lediplomáztunk, akkor visszamentünk oda, mm. ugye? és hál' Istennek akkor a legjobb hongkongi ügynökségnél voltunk. Egyébként a Kajdi Csabi volt az első, aki kiküldött minket Hongkongba. Miért pont Hongkong az ember? Azt gondolom, hogy divat, akkor Milánó, Párizs, tehát hogy Európán belül, mm. maximum New York. Igen, igen, tehát Milánó, Párizs, New York, ezek ugye az ilyen fashion capitals, ahova az ember inkább könyvet építeni meg, megy. Tehát azért mész, hogy olyan kampányokat kapja, amik által a portfóliód értéke és minősége nő. Vekszik, és ez, ezáltal sokkal minőségi munkákat fogsz majd kapni itt Európában. Uh -huh. ö, Ázsia az pedig, a, az pedig a pénzpiac. Tehát Ázsiába is lehet ö, nagy kampányokat kapni, viszont hogyha az ember tényleg nagyon. Ö, ö, sok élményt szeretne szerezni, és nem ilyen remegősen azt akarja, hogy ó, oh, hát akkor ma nem mehetek semmit, ma este vacsorára, és nekem kell megkapnom a következő kampánykasztingot, és uristen, és ez hanem igazából inkább buliként fogja fel, és világot akar látni, és emellett ugye pénzt keresni, akkor, akkor arra Ázsia a piac. Uh -huh. Mert hogy én például, amikor először Milánóba modellkedtem, nekem az első modell után Milánóba volt, és akkor kaptam kettő kampányt, volt négy-öt divat katalógusok, kisebb ilyen, ilyen bemutatók, és hát nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon a két hónapos szerződés után mennyi pénzt keresek, és körülbelül annyi pénzt csináltam, hogy elvittem a családot a McDonaldsba <laughs> hazafelé Kérlek. ugye, Pesten, igen, meg még egy pici megmaradt a zsebembe, és és nagyon drága kint az élet, tehát ahhoz, hogy az ember eljárjon castingokra. De várj, vár, és a Model Flat például, tehát akkor együtt laktok modellekkel egy igen. lakásban, igen. ugye, akkor ez egy ilyen kollégiumi szoba, vagy lakásszerűen mondjuk uh -huh. nem, tehát valami ilyesmi a metódusa, és ott nem fizetnek nektek kaját, meg ilyesmi, tehát azt ti magatoknak fizetitek ki ez úgy néz ki, hogy ö, téged mondjuk felvesz ö, ö, Milánóba a, az elit nevű ügynökség, vagy a Beatrice, vagy mit tudom én már, milyen ügynökségek vannak, és megelőlegezi neked a repülőjegyedet, mikor odaérsz, akkor ö, kapsz tőlük szállást, azt is megelőlegezik neked, megelőlegeznek neked hetve, ö, heti x euró zseppénzt, amiből tudsz ö, étkezni, tudsz castingokra járni, tehát, hogy úgy hmm? el vagy belőle, és amikor elkezdesz dolgozni, akkor, akkor ezt mind levonják először, utána ugye levonják a kis ügynökségi utalékaikat, a Milánoi ügynökség is, meg a magyar ügynökség is, és a legvégén, amikor már mindent visszafizettél, amit ugye ők belét fektettek, és már ők is ugye, mint ügynökeid megkapták a pénzüket, ami, ami teljesen jogos, akkor a maradék az ugye a tiéd. Úgyhogy ezért van az, hogy azok a piacok, mint például Európa, legalábbis az én időmben, amikor modellkedtem, nem tudom, hogy most vajon milyen lehet az európai piac, akkor ezek nem igazán arról szóltak, hogy az ember nagyon sok pénzt keressem. Viszont az ázsiai piac az, az, az az inkább az ilyen money making piac volt. Igen, modell flatben, vagy modell, hogy mondtad, apartmanban. A modell apartman. Mennyire megy a gáncsoskodás a lányok között? Ezt hogy érted? Tehát, hogy mennyire köptök bele egymás, egymás szemfestékébe, mennyire, nem tudom én, raktok hashajtót a másiknak a, a kávéjába, tehát, hogy mennyire megy ez a gáncsoskodás? Abszolút nem. Abszolút nem, nem mert hogy Ugyanarról a helyről jöttünk gyakorlatilag, és ugyanaz a célunk. Tehát, hogy, hogy Na ugyanaz a célotok, pontosan. Igen, igen, hát, hogy pontosan ne ne te kapd meg a mellót, hanem ő kapja meg a mellót. Nem és tudom, azért, ez érdekes amúgy, ezt. tehát hogy logikusan tényleg úgy jön neki, hogy, ugye, hú, hát ki kell vele szúrnom, hogy holnap beteg legyen, és ne tudjon eljönni a castingre, és én kapjam, de valahogy ez nincs. Tehát, hogy annyira egy közösség vagyunk, hogy inkább támogatjuk egymást. Már hmm. hát ez is ugye érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy szerintem ez megint a magyar mentalitásra tehető vissza, hogy a magyar ember hogy gondolkodik? Sok szép nő egy helyen, biztos kiszúrnak egymással. Hát én ilyen magyar vagyok, hát. <laughs> Viszont pont ez ős az, amit, magyar. Én, amit én külföldön megtanultam, hogy az emberek egymást segítik anélkül, tehát önzetlenül, anélkül, hogy bármit is várnánk cserébe. Hmm. És ez nekem olyan furcsa volt, mert ugye magyarként kikerülni külföldre, és az emberek próbáltak segíteni, próbáltak. Próbáltak megetni, nem az egy hangeri, és akkor hangeri. Igen, <gül> <gül> próbáltak, próbáltak nekem. kaját adni. Igen, igen. És, és először ugye mindig én gyanúsan néztem, hogy hát mit akarhatnak ezek tőlem, hogy segíteni akarnak nekem. Hát, hát mi? És aztán te ne hogy Cserébe úristen igen, vissza akar élni a Igen, egy magyarként, ugye ezt gondolod, hogy hát. Miért akarsz segíteni? <laughs> és aztán rájössz, hogy azért, mert más mentalitásúak az emberek, és boldogok, és, mm -hmm. és, 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 és jó érzés nekik az, hogyha, hogyha segíthetnek másokon, és előrébb juttathatnak valakit. És ez olyan jó, hogy ha az ember ezt átveszi, és azt gondolom, hogy ezt átvettem a külföldi utazásaimból, akkor ezt így tudom szétszórni én is itt például Magyarországon, ami eddig úgy tűnik, hogy annyira nem Kicsi jött ki jól. Kicsi vagy <laughs> hogy, azt kell, hogy igen. mondjam, ahhoz nem tudom, mit kéne még, mekkorára kéne nőni, hogy ezeket szét tud szórni a kis a magyar a nagy vadonban. Igen, visszatérve rá szerintem ez, ez abszolút rossz meglátás, hogy, hogy fújnak egymásra a lányok. Óriási nagy buli egyébként. Az, aki nem úgy fogja fel a modellkedést, hogy hát most már pedig én leszek a következő két mosz, hanem. De nem, de, 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 igen. Az önbizalommal teli lány, nem így fogja fel a modellkedést, hogy én leszek az új mosz. Nem. Az mert... új új Victoria Secret modell. Nem, mert akkor az már annyira ilyen valahogy benne belőle mindig hiányzott ez a görcsös ö, megfelelni Aha. vágyás, hanem én mindig harmóniában voltam azzal, ami meg aki vagyok, okay. és úgy nem. Jó, figyelj, kimentél az ASEA piacra? Igen. Az ASEA piac, Money Maker piac, tehát nem Igen? a látványos eredményeknek a piaca. Igen. Ugye? Nem vágytál soha mondjuk tényleg Victoria Secret modellnek? Azért nem, mert hogy attól függetlenül, hogy, hogy én profi ügynökségeknél profi modellként dolgoztam, nekem soha nem volt az a prioritás, hogy, hogy mindig tökéletes legyek így a, a munkámban. Gondolok itt például a kilókra. Hm. Ugye nekem... That... Milyen kilókra? Nincs is rajta semmi. Hát, a pedig most kétszer akkora már. vagyok, mint, mint amikor modellkedtem, Tényleg? ugye? Persze. Hát, meg amikor együtt dolgoztunk, akkor is emlékezhetsz, hogy ez én nagyon kis pálcikák. Hát, de most is az, volt. vagy ne arra, hogy, hogy ezt mondom, de hát most is semmi az. Baj. Vagy. Hát, most már azért hál' istennek egy kicsikét azért nőiesedtem. De, de hát nyilván az alkatom miatt még mindig ilyen kis, vékony típusú ember vagyok. De. De valahogy. Igazából, mivel én az ikertesommal utaztam, ezért mindig én a modelkedést egy lehetőségnek fogtam fel az életembe, hogy utazhassak, felfedezhessek, tanulhassak a különböző kultúrákról. Ez egy ajándék volt a, 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 a sorstól, hogy ezt megtapasztalhattam, de sose görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy én legyek a, a következő két mosz. De nem... Ne. Nem volt az álmaid között tényleg? Nem nem gondoltál rá, hogy akkor világhírű topmodell lesz belőled? Érdekes módon nem, mert hogy valószínűleg, mert hogy igazából én világéletembe egy ilyen... Világhírű topmodell volt. Nem, de, hogy így, <laughs> Nem, nem. Attól azért messze vagyok nagyon. De hogy világéletembe így a pillanatnak éltem. És mindig Aha. arra összpontosítottam, hogy akkor és ott jó legyen, és élvezem, amit csinálok, és ami történik velem. És szerintem, hogyha Ilyen mentalitással csináltam volna a munkámat, mint ahogy mondod, hogy én legyek a következő két mossz, akkor sosem élveztem volna a pillanatot, mert mindig arra a pillanatra készültem volna, hogy én legyek a következő két mosz. Te elégedetten zártad a modellkorszakodat? Nagyon, igen. Mm. Én nagyon elégedetten zártam a modellkorszakomat. Akár nem akarok erről lebeszélni, vagy nem akarom azt mondani, hogy még lett volna feljebb, csak furagyabb bajtad. Mm. Nyilván, hogyha az ember. Ö, tehát lett volna feljebb egyébként. Hogyha úgy állok hozzá, hogy hogy ebből azt akarom kihozni, hogy legyen feljebb. De valahogy, amint említettem, mindig így a pillanatnak éltem, és mindig az abból a pillanatból akartam a legtöbbet kihozni, amiben benne voltam, és nem a jövőből. És, és ez valahogy a, a, a jelenemre is ráragadt, hogy minden pillanatot, amiben benne vagyok, abból tényleg mindig a legtöbbet akarom kihozni. És lehet, hogy amúgy visszatérve a műsorra a nézők is. Ezt látják, hogy annyira jelen tudok lenni bizonyos pillanatokban, hogy az már tud sok lenni. Viszont nekem meg nagyon jó, mert mert minden pillanatban kiteljesedek. Uh -huh. És ö, nagyon sokáig ö, foglalkoztatott egyébként engem az a gondolat, hogy az emberek úgy élik az életüket, mintha egy Rehearsal lenne, tehát, hogy így gyakorolnak, gyakorolnak, uh -huh. hogy majd elkezdődik az életünk. De mikor kezdődik el az életünk, érted? Tehát, hogy mi az a pont, amitől azt mondod, hogy na most elkezdődött az életem. És nekem is voltak a 20 húszas éveimben ilyen, ö, ilyen éveim, amúgy, amikor úgy éreztem, hogy na most akkor a készülök, 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 hogy akkor elkezdődjön. De aztán rájöttem, hogy ez már zajlik. Hogy már zajlik, igen, igen hogy ez már van, ez az életem, és ezt kell megélni, nem majd azt, hmm. amit szeretnénk, hogy, hogy legyen. Szerintem sok fiatalnak a vágya, hogy modellkedjen. Mi kell a modellkedéshez egy fiatal lánynak, vagy egy fiatal fiúnak? Igen, ezzel egyébként bajba vagyok, mert egy elég sok ilyen üzenetet kapok, hogy szeretném elkezdeni a modellkedést, szerinted jó lennék-e modellnek, szerinted ö, sikeres lennék ebben a szakmában, és ilyenkor annyira rossz érzés van bennem, mert valahol felelősségemnek érzem azt, hogy leírjam, hogy, hogy, hogy nem de ugyanakkor nem szeretnék senkit megbántani. De azért vannak olyan ö, kritériumai annak, hogy valaki modellkedjen, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugye például a magasság az egy alapkritérium, én 175 centi vagyok, és pont a legalján súrolom annak a határnak, ami, ami amitől kezdve egy nő vagy egy lány ugye elkezdhet modellkedni. Ö, általában... De ez, ez, bocsánat, hogy közbeszólok, most én a közbeszóló látok. Igen. Uh, Azért kell, hogy magas legyél, mert hogy látványban szép a hosszú láb a kifutón, vagy azért kell, hogy magas legyél, mert nem tudom, erre vannak rágerjedve a tervezők. Ez azért kell, hogy az ember magas legyen, mert valahol a ruhák standard méretűek. Tehát, hogy amikor... De legtöbb, nem 175 cm feletti. Igen, de mégis, hogyha most csak egy példát mondok neked, nekem volt olyan farmer katalógus fotózásom, ahova kivittek egy gyönyörű szigetre, 150 darab farmer, és nem is volt előtte próba, Tehát, hogy nekünk olyan méretűnek kell lennünk, mint mondjuk egy próbababa, amire ugye ráadsz egy bármilyen ruhadarabot, az tudja, hogy ráillik. Tehát nem kell felpróbálni. És ö, például ennél a farmer katalógusnál volt nekem egy olyan rossz élményem, hogy nekem egy picikét azért kereg, kerekebb a fenekem, mint a, az, az átlag modelleknek. <laughs> Igen, és akkor azon a fotózáson az összes farmert hátul fel kellett vágni, hogy le tudjuk fotózni elől. És akkor döbbentem igazából erre a kérdésre, amit most megkérdeztél a, a válaszára rá, hogy azért kell nekünk standard méretűnek lenni, ugye, hogy Kérdés nélkül minden standard méretű ruha ránk férjen. Legalább jó szellőzött. <laughs> Legalább jól szellőzött, igen. Ez hát például ugye a magasság, az, az, az egy alapkritérium, nyilván egy bizonyos testalkat az egy alapkritérium, ö, a szó klasszikus értelembe vett modell ö, ö, kifejezésén. Tehát hogy ugye most itt megint elkezdhetnénk egy témát kiboncolgatni, hogy mi is az a, ki is az az igazi modell, mert hogy sajnos én itt Magyarországon nem szoktam mondani, hogy modellkedtem, mert az embereknek egyből egy olyan sztereotípia ugrik be a fejükbe. Hogy nem azért voltál kint? Ami nem, hanem hogy, ah, hát akkor ő is modellkedett. Ö, és ezt valahogy én nem érzek elég energiát magamba ahhoz, hogy ezt elkezdjem elmagyarázni, hogy mi is az a high fashion modeling. És egyébként a, a csabának csak a Kajdi Csabának csak köszönhetet mondhatunk, mert hogy gyakorlatilag ő az egyetlen ember, aki így hirdeti az igét, és valahogy meg is mutatta Magyarországnak, hogy nem az a modell, akit Magyarországon modellnek titulálnak az emberek, például a blik címlapján, nem tudom én, elütötték, a Londonba a magyar modellt, de hát milyen modellt, érted? Ö, hanem hanem valahogy így a Csaba egy kicsit rávilágított a mi ö, típusú modellkedésünkre is, amit amit mi ö, hát high fashion glamour modellek, modellek például csinálunk. Például nem. Igen, igen, vannak glamour, glamour modellek, vannak high fashion modellek, nagyon sokféle ö, modell létezik, meg vannak olyan modellek is, akiknek egyébként semmi közük a modellkedéshez, ugye? De ezt most nem szeretném kifejteni. De kár. <laughs> igen, erő, erről megvan a, a, a saját véleményem. Szerintem vannak olyan foglalkozások, amiket nem lehet más, tehát nem, nem tudsz elnevezni, és ezért azt a nevet adott neki, hogy modell. Celeb, <laughs> most már úgy hívják. Influencer. <gül> Influencer. <laughs> Anyukám ezt szokta mondani. Influencer. Influencer. <laughs> igen. Szóval, igen, ha visszatérve a kérdésedre, egy bizonyos magasság, egy bizonyos testalkat kell hozzá. Például én... Én soha nem csináltam fehér nemű, illetve bikini fotózásokat. Aktot, mert aktot sem vállaltam Telen? soha, uh -huh, soha nem csináltam. Mert hogy nekem klasszikus modelltestalkaton van. A klasszikusnál egy picikét egyébként még körvibb vagyok, mint, mint a klasszikus modell, de mondjuk itt cicibe, a klasszikus modell kategóriába férek bele, és azok a lányok, akiknek már azért nagyobb ciciük van, ők már nem tudnának dolgozni mondjuk ilyen ott tervezőknek nem tudnának olyan divatbemutatókon részt venni, amik ilyen klasszikusabb márkák, mondjuk egy Valentino, Prada, Dolce Gabbana, tehát hogy az ilyen nagy tervezők, mind a klasszikus testalkatú lányokra tervezik ugye a ruháikat, mármint nem rájuk tervezik, de rajtuk szeretik bemutatni, ugye. Uh -huh. És azon kívül pedig nyilván a testi adó magasságon, testalkaton kívül, azért kell, hogy az embernek legyen egy olyan karizmatikus arca, ami, ami meg ugye... Meg tekintet, nem? Hát nyilván a tekintet is nagyon fontos, igen, igen. Tehát, hogy ezeknek így mind össze kell állniuk, és mindezeken kívül meg, hogy kell, hogy legyen az embernek egy olyan karizmája, meg egy olyan megjelenése, amivel például oda tudsz ugye állni a, a, a Giorgio mm. Armani elé a castingon. Úgyhogy ezek így mind összevetve. Azon nem gondolkozni egy ügynökséget, vagy egy ügynökséget csatlakozzál, mondjuk a Csabához például, vagy pedig a sajátot csinál itthon? Régebben voltak ilyen ambícióim, hogy csinálok egy modellügynökséget, amit egyébként még nem vetettem el, mert hogy így ö, tetőtől talpig átlátom az egész, ö, az az egész de jó bizniszt, vagy jó. igen. De, de most, még, most még ezt így jegelem ezeket a dolgokat. A modellkedést azt meg igazából aktív szinten én abba hagytam, ö, viszont abszolút nem zárkózom el attól, mm -hmm. hogy, 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 hogy dolgozzak. Ö, felkéréseket várod magyarul itt a műsor után? Eddig is voltak, tehát, hogy ezért voltak kampányfelkéréseim eddig is, de, de, nem tudok elmenni <laughs> ja, nem szem. tudtam elmenni válogatásokra, mert ugye, hogyha az ember arra adja tényleg így a voksát, hogy na, akkor most én egy nyolc órában ö, dolgozó ember leszek, akkor nem tudom azt mondani a főnökömnek, hogy... munka és egy ilyen irodai munka, és az Igen. nem nyolc órás szerintem, hanem így gondolom, ilyen szabad beosztású, időbeosztású. Mm, hát az egy saját vállalkozás, tehát gyakorlatilag az szerintem az az nagyon full time. Oké, okay, Cilla, hogyha kell egy búker, akkor itt a, a beáll. be. hívják, egy búker? Egyébként? Igen, Jó, igen, oké, igen búker. Figyelj, a modellekkel kapcsolatban elég sok uh, sztereotípia van. Az egyik az az, hogy mindegyik drogozik. Uh -huh. Mit tapasztaltál a, a Hongkongi tíz év alatt, meg előtte ugye az európai turnéd alatt? Mennyire igaz az, hogy a modellek nagy része drogot használ? Ebben nagyon könnyű belecsúszni. Tehát, hogy azért én láttam már mindent ez alatt a tíz év alatt. Nekem az volt a szerencsém, hogy egyrészt nagyon biztos ö, családi háttérből jöttem, másrészt pedig az ikertesommal utaztam. Tehát mindig vele modellkedtem. És nem mondom, hogy belecsúsztam volna valaha is bármi rosszba, de ha esetleg adódott volna arra lehetőség, akkor enik ki ott volt, hogy, 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 hogy azt mondja, hogy ez Adodott hülyeség. lehetőség? Mindenkinek vannak erre lehetőségei. Tehát, hogy azért ezt látod így testközelből, ezeket a dolgokat, és az rajtad múlik, hogy akkor most azt mondod, hogy kipróbálod, vagy nem. Uh -huh. És szerintem pont itt jön az képbe, hogy mit hozol otthonról, hogy mi az, ami, ami esetleg érdekes lehet számodra, hogy meg akarod -e ezt tapasztalni, vagy esetleg van-e melletted egy olyan ember, mint esetemben az ikertesom, vagy neki én. A dikeiket egy ilyen jobb kislány típus, nem? Tehát te voltál az ilyen vad vadulósabb, <laughs> nem, hogy jól emlékszem <laughs> erre az időszakra. É, ez inkább ilyen változó volt nálunk. Változó ah. volt nálunk, de amúgy alapjáraton minket soha nem érdekeltek ezek. Viszont a kérdésedre visszatérve, ez nem csak a modellvilágban, hanem a celebrity világban, tehát amit én Magyarországon is látok, tehát hogy ezért ez nem feltétlenül csak a modellvilágban található meg. Csak összekötik az étvágycsökkentéssel is a drogozás, tehát hogy a drogok miatt kisebb az étvágya, nem akar annyit enni, és egyébként meg a, nem tudom, a kokain lecsupaszítja, vagy nem tudom, a crack, vagy nem tudom éppen melyik dolog az, ami lecsupaszítja az embernek a én Esti. nem tudom, én, én akik, akik modelleket láttam ezekkel a dolgokkal élni, azokat szerintem szerintem nem azért csinálták, hogy vékonyabbak legyenek, ah. hanem csak mert buli volt. Tehát, ah. hogy igazából ö, azt gondolom, hogy hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy hogyan tartod magad formába. Mert egyébként visszatérve az előző kérdésedre, ahhoz, hogy valaki igazán sokáig tudjon modellkedni, ahhoz genetikailag kell egy olyan adottság, hogy neked ne kelljen kokainoznod azért, hogy vékony maradj, hanem egy ilyen testalkatod van, és azt egészséges életmóddal és mozgással fent lehet tartani. Mm. Ugye a másik sztereotípia az pont a, a szintfenntartással kapcsolatos, ugye a, a hánytatás, önhánytatás, mm -hmm. a, a vattaevés például. Ezekkel mennyire találkoztál a karriered során? Nem találkoztam ilyenekkel. Ez Bár egyébként most nem mondok igazat. Vattaevő lányokkal <laughs> nem találkoztam, meg én se ettem sose vattát. Istenem. Remlékszem, én is az egyszer volt a hírekben, és én azóta... Azóta a is látod? Igen. Viszont olyan típusú lányok vannak sajnos, akik, akik esetleg bulémiások vagy anorexiások, és akkor ezzel tartják magukat vékonyan. Viszont ezek a lányok sem fognak tudni évekig modellkedni, úgyhogy ők is csak ilyen ideiglenesen tudnak majd benne lenni a, a szakmában. Tehát, az igazi a sztárok ezt nem csinálják? Nem, azt gondolom, hmm. hogy nem. Mert hogy nem kell nekik. Mert ahhoz, hogy valaki tényleg ilyen sokáig benne legyen ebbe a szakmába, ahhoz, ahhoz igazából ilyen negatív élmény frének kell lenni. Tehát hogyha folyamatosan az az érzésed, hogy neked nagyon küzdeni kell azért, hogy megfelelj, nagyon küzdeni kell azért, hogy, hogy megkapd a munkát, akkor igazából mi az élvezet benne? Mm. És azt gondolom, hogy így meg nem is éri meg, meg nem is érdemes. Az a végeredmény nyilván, hogyha látod magadat a nem tudom milyen kampányban, a nem tudom milyen óriás kivetítőn. Hm? Mm. Lehet, hogy nekik az, én ezzel nem tudok azonosulni. Oké. Okay. Mennyire van jelen szereposztó divány a modellvilágban? Én ezzel inkább a fiúknál találkoztam, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy így lehet, hogy a lányok ezt titkolják, mert hogy én személy szerint soha nem találkoztam ezzel a szereposztó dívánnyal, és barátnőim sem meséltek soha arról, hogy nekik. De a fiúk igen. Erről. Viszont fiúk igen. Úgyhogy nyilván ugye ilyen nem csak női, hanem férfi modellek is vannak. Azért fiúktól hallottam már érdekes történeteket. Uh -huh. Tehát, hogy biztos, hogy jelen van, és itt most megint az a fontos amúgy, hogy az embert a drogozásba is nagyon könnyen bele lehet vinni, esetleg egy ilyen szituációba is nagyon könnyen bele lehet, bele lehet vinni, de ha hozol magaddal egy olyan mentalitást, egy olyan attitűdöt, amivel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni se azok, akik megkínálnak, ö, esetleg szerekkel, se azok, akik használni akarják a kis díványukat. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy olyan ilyen bomba attitűdöt, hogy azt mondják, hogy ú, uh, én ehhez a csajhoz hozzá sem merek szólni, nem, hogy itt hát, megkínáljam valamivel, érted? Hát jó, de a szereposztó díványa kapcsolatban ugye itt én azt gondolom a modellekről, de lehet, hogy ez részemről egy ilyen sztereotípia, mm. hogy törtető típusok. Tehát, hogy azért is hoztam fel ezt az egymás szemfestékébe köpést, mert ez a történetnek egy része szerintem. Mm -hmm. Tehát, hogy mindenki magasabbra akar jutni, annál, ahol éppen van. És hogyha valakinek azt kínálják föl, hogy esetleg egy szereposztó diványra feküdjön fel, és akkor magasabbra kerülhet, akkor szerintem sokan ezt megcsinálják, vagy rosszul gondolom szerinted? Biztos, hogy sokan megcsinálják de, ami nem jó, tehát hogy nem azt mondom, hogy ez oké. Okay, Persze, ez biztos, jó. hogy sokan megcsinálják, viszont én nem tudom, hogy milyen... Ö... Azok, akik ezt megcsinálják, azok szerintem pont azok a típusú emberek, akik nem hisznek magukba. Uh -huh. Mert hogyha tudod azt, hogy te mire vagy képes, és tudod azt, hogy mit képviselsz, akkor ezeket az embereket elküldöd a búsba, és megmondod, hogy figyelj, én nélküled is, meg a diványod nélkül is. Igen, csak ott a másik képes vettő, vagyok rá. Mit fog neked tenni a jövőben? Ez a nagyon veszélyes ebben a, ha a tud, játékban. Ha tud, de itt megint hinned kell magadba. Hmm meg körülötted mindenkinek hinni kell abba, hogy te ki és mi vagy, mert hogyha esetleg XY-hoz eljut az a keresztbetevés, amit ő próbál ellenet tenni, de XY ismer téged, meg tudja azt, hogy tényleg ki vagy és mi vagy, akkor akkor nem fog rajta fogást találni. De nem mondtam, hogy is találkoztál soha a lányok között olyan, ami kihasználták szexuálisan, mert azt látták benne, hogy ő egy próbababa. Nem találkoztam. Tényleg? Tényleg. Ez jó? Tényleg hát az nem találkoztam. Lehet, hogy én ilyen szerencsés körökben mozogtam, de nem találkoztam. Meg amúgy azt gondolom, hogy ha ez meg is történik valakivel, akkor az nem biztos, hogy fűnek, fának elmeséli. Hát ez meg a baj. Uh -huh. igen, Mert igen, ha magába igen. tartja, akkor ugyanúgy. Igen. Nyilván azért hallani ilyen történeteket, tehát ezek jelen vannak. Uh -huh. És azért a, a modellvilág ö, nagyon veszélyes, és én 18 évesen csöppentem bele, de nekem voltak 14 éves lakótársaim is, mikor a 20-as éveimbe jártam, és ott azért az ember elgondolkodik, hogy vajon ők vannak-e olyan erősek és olyan kiforrott személyiségek, hogy nem mernek mondani, ugye. Úgyhogy én szerintem, hogyha valaki elkezd modellkedni, akkor a, a mindenféle külső adottságom, meg a, az attitűdöm, meg a hozzáálláson kívül kell, hogy hozzanak egy olyan Csomagot magukkal az útjaikra, hogy fel legyenek ezekre a dolgokra készítve. Szerinted ez oké, hogy egy gyereket elengednek modellkedni egy modell apartmanba, 14 évesen? Szerintem nem. Szerintem és sem. soha nem engedném el a lányomat. Hogyha akár lányom, akár fiam születik, és esetleg az adottságai megengedik azt, hogy elindulhasson ezen a pályán, akkor én nagyon szeretném, hogy ő is részese legyen ennek, mert hogy én semmit soha nem változtatnék, meg így a múltamon, meg, meg a, a szakmámon, amit ugye csináltam, meg az életutamon. Viszont azt gondolom, hogy 18, még lehet, hogy az is egyébként nagyon korai. Nagyon korai. Én csak sokan meg azt mondják, hogy akkor még már túl, túl koros vagy a kezdéshez, nem? Mm. Tehát, hogy 18 alatt szokták elkezdeni a igen, 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 18 alatt szokták elkezdeni. Hát ez a 16-17, ez már egy ilyen tök, tök normális ö, kornak számít. Én nem engedném el a lányomat. Mm. Vagy mennék vele? <laughs> A, az anyuka mögött áll Egyet. egy folytában, és felügyelő, hogy mit történik, hadd Egyet. hallgassam. Szerintem sok egyébként ennyire fiatalon engedni mm. a gyereket egy másik országba, vagy nem tudom, egy Nem, mert ez egy nagyon, nagyon veszélyes világ, nagyon-nagyon veszélyes mm. világ. Több mint tíz évig éltél Hongkongban. Milyenek a kínaiak? Ugye mondtad, hogy a magyarok nagyon konzervatívak, mm -hmm. de a kínaiak nem konzervatívak? Hát a kínaiak, ők teljesen mások, mint a magyarok. Tehát először azt gondolod, hogy egy ilyen ufólendre csöppentél, teljesen mások a reakcióik, más, hogy viselkednek. Kicsit ilyen robotikus nép, tehát, hogy nem nagyon lehet olvasni úgy őket, mint mondjuk minket, magyarokat. Úgyhogy nyilván először nekem kultúrsok volt az, hogy ők mennyire mások, viszont jó értelemben mások, mint mi. Tehát annyira rendszeretőek, annyira nyugalmas ö, emberek, a, annyira ö, nyitott szemléletű emberek, legalábbis a, a hongkongiak, hogy, hogy sokkal jobb ilyen, ilyen energiával Aha. körülvéve lenni. Hiányzik? Nagyon, nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik. Ö, főleg most egyébként, hogy így rámzódult ez a rengeteg negatív ö, dolog, Ugye a kommentekre gondolok, most nagyon hiányoznak a, a, az ázsiai emberek, a, a, a hongkongi emberek, mert hogy annyival nyitottabb ö, emberek, mint a magyarok, hogy hogy ez nekem nagyon hiányzik. És tulajdonképpen te miért jöttél haza? Amikor én hazajöttem két és fél éve, akkor volt Hongkongban az az óriás tüntetés, ez benne volt a hírekben, nem tudom, emlékszel-e, amikor ugye Kína így jogilag is szerette volna teljesen uh -huh. bekebelezni Hongkongot. És ugye ezt kevesen tudják, de Hongkong és Kína teljesen különálló dolog. Külön pénznemük van, vízunk kell Hongkongból Kínába, Kínából Hongkongba, más nyelvet beszélnek, más mentalitással az, az államban, emberek. igen. Igen. És ö, amikor kitört ez az óriás tüntetés, akkor konkrétan megállt az egész sziget, de úgy, hogy se busz, se metró, se autók, semmi, nem volt munka, nem tudtunk dolgozni, ugye, és ö, pont karácsony volt, amikor én hazajöttem. Ö, egyébként is haza szoktam látogatni karácsonykor, de gondoltam akkor most kicsit tovább maradok, egy egy hónapot szoktam maradni karácsony környékén, de most így kettőre tettem, hogy hazajövök, mert ugye tüntetés van, úgyse se hm. történik semmi odakin. És mi akkor a Dani amúgy már uh, kapcsolatban voltunk így Facebookon, mert hogy mi ott ismerkedtünk meg, és uh, találkoztam a Danival akkor karácsonykor itthon, és... Uh, Megkapta az ajándékodat. <tosz> igen. <laughs> Jó volt az <gül> <gül> És akkor elterveztem, hogy ú, uh, basszus, hát ez lehet, hogy sors akarta így, hogy kint tüntetések vannak, úgyse tudok mit csinálni, közben találkoztam gyakorlatilag az állampasimmal itt Magyarországon, és lehet, hogy ő az a srác, akiért érdemes lenne megpróbálnom itthon. És ezért költöztem haza. Kis történet. Igen. De figyelj, miért vállaltál plusz munkát a Hongkongi életedben? Hát azt olvastam, és pont egyébként a pont a nyerőpárosban volt szerintem mm -hmm. egy játék, ahol fel volt írva a lapokra, és a Daninak sorba kellett rakni, hogy az Igen. életedben milyen történések zajlottak, hogy munkát vállaltál egy étteremben. Igen. Ez úgy volt, hogy én amúgy a modellkedést elég régen el akartam már hagyni, és ugye nekem turizmus idegenforgalom diplomám van, angol nyelven. És nekem mindig az volt az álmom, hogy egy ötcsillagos hotelbe fogok dolgozni, ilyen geszt... Mint takarítani. Ö... <laughs> Egyébként imádok takarítani, úgyhogy azt is imádtam volna, de hát nyilván diplomámmal azért mást akartam kezdeni. És én ilyen, ilyen guest relations ö... Helyen szerettem volna, hmm. vagy pozícióba szerettem volna elhelyezkedni. Mindig is imádtam az embereket, imádtam velük foglalkozni. Ö, engem ez nagyon életett. Viszont Hongkongban sajnos nem tudtam hotelben elhelyezkedni, mert oda kell beszélni a kínai nyelvet, és hát kizárásos alapon, hogy valahogy egy kicsit 13 évet nem tanultad meg a kínai nyelvet. Nem, mandarin. Azért nem. nem. <laughs> Ma az mandarin, nem? Nem, az kantonéz. Ja, igen. igen. Kínából beszélnek mandarint, és Hongkongban pedig kantonéz oh, kínai. Igen, igen és Hongkongban úgy nem kell tudnod kínai, jó, mert mindenki beszél angolul. És amit nem tudsz? Azért tudok ezt Mondjál azt. Mondjál valamit. <laughs> Mit mondjak, várjál. Tjuka pszítőj, az azt jelenti, hogy egy supermarket, vagyis ABC. Aztán, hogy de szép vagy levelte. Nem, hát egyébként a szép vagy, az a, az az, az, hogy lentáj, te egy lentály vagy. Nem nem lent vagy. A vagy, igen vágat, én pedig és... én lenlő vagyok. Oh. Úgyhogy, igen. Azért ö, nem adnak el kétszem babért, tehát azért meg tudok szólalni, de nem folyamatosan, és ott nem is kell, mert hogy brit gyarmat volt, ezért ugye minden, mindenki beszél angolul. Ö, és ugye igen, visszatérve a kérdésedre, a diplomámmal nem tudtam hotelben elhelyezkedni, viszont valahogy a turizmus idegenforgalom részt szerettem volna megragadni, és ezért elhelyezkedtem egy étterembe. De ez nem olyan étterem, hogy ö, ilyen tálcás... <laughs> kantin, tudod, ilyen Ki Kilóra adják a kaját, igen. igen. Hanem, hanem hál' Istennek sikerült elhelyezkednem egy nagyon ö, ilyen prémium étterembe. Ilyen high-end, ezt úgy mondják, ugye. Ilyen fine dining. Ilyen fine dining, Csak ilyen szavakat igen. Szavakat tehát, hogyha, igen, fine dining étterembe. Ö, és hogyha bármilyen ilyen nagyobb celebritás, vagy politikai ember érkezett Hongkongba, akkor ők általában ebben az étteremben jöttek. Amúgy Mott 32-nek hívják az éttermet. Rá lehet keresni. Egy varázslatos mesés hely, imádtam ott dolgozni, és hát innen próbáltam megközelíteni azt, hogy ha már hotelben nem tudok elhelyezkedni a diplomámmal, akkor majd valahogy így a, a az ilyen restaurant oldalról fogom megközelíteni ezt a turizmus témát, és én ott, ott, ott ragadtam ebben az étteremben több mint három évig egyébként, mint part-time, tehát, hogy nem full-time csináltam, mert ugye teljes, ezt mondom, hogy mondják ezt magyarul, a teljes, teljes, munkaidő. teljes munkaidős munkám az a modell. Nyolc órás munka. Igen, a nyolc órás munka. Oh. És e, esténként pedig az esti shift tehát egy ilyen vacsora e, időszaknál, 6-tól 9-ig, a vagy 6-tól a az ajtótól, vagy felszolgáltál? Mit csináltál? Nem felszolgáltam. Ez, ez ugyanígy ilyen guest volt, tehát, hogy azon kívül, hogy ugye a foglalásokat kezeltem e-mailen, telefonon, azon kívül pedig e a vendégek fogadásában szerepeltem, uh -huh. ö, lekísértem őket az étterembe, hogyha bármi kérdésük volt, akkor segítettem nekik eljutni mondjuk az adott menedzserig. Hogyha éppen jött ö, valaki, aki szeretett volna egy ilyen privát ö, dining részt ö, kibérelni, akkor neki körbe mutattam. Ez egy nagyon nagy étterem, körülbelül hat ilyen privát ö, vacsorázó szekció volt, tehát igazából mindegyiknek más stílusa van, és akkor ilyen túrokat csináltam, bemutattam a, a vendégeket. Vendégeknek, ezáltal ugye az értékesítésben is segítettem. Uh -huh. Úgyhogy, úgy, hogy ilyen kis mindenesnek mondható dolog voltam én a foglalástól egészen odáig, hogy elbúcsúzok a vendégektől. A másik ilyen papírra írt élet pillanatod az volt, hogy kizártad magad egy szálbúgyiban. Remesélj már <laughs> egy kicsit, légy <laughs> Hát ilyen, ugye Hongkongban ö, olyanok az ajtók, a bejárati ajtók, hogy egy ilyen bumszli van a kilincs helyén, és azon van egy gomb, Aha. ugye, és hogyha belülről benyomod a gombot, és kívülről ugye becsukod az ajtót, akkor már nincs gomb, nincs visszaúta, nincs, vissza nincs nálad kulcs, és ö, telefon se volt nálam, sajnos, meg semmi. És a mint olyan? Nem volt lakotás, ja, mert nem volt egyedül... otthon senki, tehát oh. nem tudtam visszajutni Aha. a lakásba, és emlékszem, hogy ez egy vicces sztori volt, mert ez még akkor volt, amikor nem volt akármilyen iPhone-ok, izé -ok, meg smartphone, meg minden, hanem egy ilyen kis gombos nokia volt, hát azt is bent felejtettem a, a, a lakásba, és amúgy, hogy... De te, miért mentél Tudom ki a lakásba? Tudtam, hogy meg, <laughs> meg fogod kérdezni, <laughs> <laughs> A legfőső szinten laktam, ahol nem voltak szomszédok, és én akkor még dohányoztam abban az időben, mm. én nyolc évig cigiztem, és hát kimentem elszívni egy cigit a, a lépcsőházba, és bezáródott az ajtó. És ö, amúgy hozzátartozik, hogy végül nem egy ugyiba mentem ki a lakásból, mert fölmentem a tetőre, és ott volt egy doboz, ami már ezer éve ott állt a tetőn, és abban volt egy nadrág, és én azt felvettem, tehát muszáj volt valahogy felöltözni. És ez úgy tök vicces történet volt meg kihívás, hogy hogyan találjak egy kínait az éjszaka közepén, és hogy magyarázzam el neki, hogy én éppen bezártam magam, és segítsen felhívni egy zárszerelőt, ugye. Úgyhogy, vicces volt. Mert úgy, igen, téged, mert úgy, hogy akkor még nem volt ugye smartphone, tehát nem tudtam beguglizni, hogy a. zárcserélő, vagy hogy van a zárcserélő, Nem tudom, angolul tudom, magyarul nem is, hogy a locksmithnek hívják, hanem Mászkáltam az utcán, és ugye a bejárati ajtók fölötti matricákat keresgéltem, mert gondoltam, hogy biztos oda tette egy ilyen zárszerelő egy matricát, és találtam is egy telefonszámot, és aztán oda cincáltam egy kínait, hogy hívjuk már föl létszébe, és akkor jött is valaki. Tehát segítettek visszajutni, ez így volt ez a történet. De és ott álltál addig félmeztelenül? <síns> Ez nem voltam teljesen félmeztelenül, de elég pőre volt az öltözet, de, de valahogy meg kellett oldani. Ugye pont ezek azok Magad a szituációk. Magad elég kaptál egy újságpapírt, tudod? Igen, két levelet. És ez az, az új trend Hongkongban, a levél, Igen. Félbe, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, szerintem, hogy Szerintem még meghívták. rengeteget tudnánk beszélni egymással, úgyhogy én nagyon szeretnék egy második részt, Jó, amikor majd szépen. így még kifejtegetjük, hogy mi történt veled a, Rendben. az elmúlt 122 évben, amit nem egymást. Mit kívánok neked egy útra valóként? Uh, inkább ne nekem kívánj, hanem, hanem uh, szerintem közösen kívánjunk uh, mindenkinek, uh, aki esetleg meghallgat bennünket, vagy megnézi ezt a, meghallgatja, megnézi ezt a podcastet, hogy igenis, mindenki higgyen magába, és uh, legyenek bátrak ahhoz, hogy, hogy jelen legyenek minden pillanatban, és merjék is kimutatni az érzéseiket és a gondolataikat. Tehát most elszortuk a csillámport. Igen. <laughs> köszönöm be. S én is köszönöm. Szia. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomra rá a csengő ikonra, hogy az csilingeljen, hogyha új videó érkezik, nézd meg a korábbi epizódokat, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.